15 gyermekcsoportot fogadott kecskeméti iskolákból és óvodákból a Bácsvíz ZRT idén is a Földvilágnapja alkalmából tartott hagyományos nyílt napján. Így néz ki leürített állapotban. Ezen a napon szakemberek vezetik körbe a gyerekeket a szennyvíz tisztító telepen, ahol végig kísérik a beérkező szennyvíz útját a tisztító berendezéseken. Látják, hogyan tisztul meg a szennyvíz, megtanulják, mi az, amit nem szabad beledobni a csatornába, hogy ne okozzon gondot a szennyvíz tisztítás során, és megmutatják nekik, hogyan szűrik ki a nem kívánatos elemeket a szennyvízből. Olyan fogalmakkal is megismerkednek, mint a szennyvíziszap, a rothasztó torony vagy a biogáz. A kivett szennyezőanyagot szennyvíziszapnak nevezzük, ezt tovább hasznosítjuk, rothasztó tornyokba töltjük, ott biogáz termelünk belőle, a biogáz pedig a tisztításra használjuk el, illetve biogázból villamosenergiát termelünk, és azt a szennyvíz tisztításra használjuk. A kivett szennyezőanyagot, vagy a szennyvíziszapot pedig tovább kezeljük, víztérítés után komposztáljuk, így egy növényi tápanyag keletkezik, amit bárki megvásárolt a komposztáló telep területén. A gyerekek nagyon érdeklődőek, de sokszor meglepő kérdéseket is feltesznek a szakembereknek. Arra a kérdésre, hogy ezek közül melyik maradt emlékezetes, Csővári János, a Bácsvíz ZRT szennyvíztisztító telepének üzemvezetője mosolyogva árult el kedvenc gyerekszáj kérdését. Milyen mélyek ezek a műtárgyak? Lehet-e bennük fürödni? Sok kollégámnak hasonló korú gyermekei vannak, tehát értenek a gyerekek nyelvén, el tudják nekik magyarázni, meg kapnak egy benyomást, hogy van valami fogalmuk arról, hogy mégis hogyan történik a szennyvíz, könnyebben el tudják képzelni. Nyilván nem tudják követni a baktériumok, hogyan bontják le a szennyvízben lévő szennyezőanyagokat, de szerintem erre nincs is szükség. De egy képet nyernek a szennyvíz tisztításról. Azt is megtudhatták ma a diákok a Bácsvíz ZRT szakembereinek jóvoltából, hogy hogyan tisztítható meg annyira a szennyvíz, hogy az ne károsítsa a környezetet, ha a befogadókba kerül, melyek többnyire élővízi folyók. Ezzel is útmutatást adnak a jövő generációjának arra, hogy óvni kell a földünket, de nem csak ezen a napon, melyet a földnapjának neveznek. Ez az egyetlen nap az év során, melynek kiemelt célja, hogy felhívja figyelmünket arra, vigyázzunk a föld természeti környezetére és természetes értékeinkre.